Köszöntöm a nézőket, labdarúgás lesz a témánk a várható következő fél órában. Köszöntöm beszélgető partneremet, Fekete Tivadart, a Szentlőrinci foci csapat sportszakmai igazgatóját. Szervusz, Tivadar! Szervusz, Tamás! No hát, vége az őszi szezonnak. Hogyan értékelnéd az elmúlt hónapokat, hiszen újoncként 24 ponttal a 16. helyen áll a Szentlőrinci csapat, ugye a 20-as mezőnyben. Elégedettek lehetünk ezzel? Én úgy érzem, hogy összességében mindenképpen elégedettek lehetünk. Ugye te ott voltál a nyári sajtótájékoztatón, amikor hivatalos bejelentés keretein belül ugye elvállaltuk a másodosztályt, neki mentünk. Szokták mondani, hogy akkor elém raknak egy olyan papírkát, amin esetleg rajta van ez a 24 pont, akkor valószínű, hogy aláírtam volna. Összességében voltak a mérkőzések, ahol kisebb hiányérzetem azért van. De vannak a mérkőzések, ahol viszont úgy gondolom, hogy a sors az visszaadta nekünk azokat a hiányérzeteket, amit korábban én összegyűjtöttem itt a fél év alatt. De mindent egybevetve ez a 24 pont újonc csapatként úgy, hogy az utolsó két-három fordulóban tudtunk csak igazából saját pályánkon játszani, addig, mint egy vándorcirkusz, vándoroltunk akár hazai pályánként volt megjelölve a Kozár-Mistenyi stadion, akár idegenben, azért az nem olyan, mint amikor tényleg a csapat saját pályán tud készülni. Eléggé hullámzó volt a teljesítmény, voltak jobb meccsek, voltak, amikor kicsit gyengébben játszott a csapat. Minek köszönhető szerinted ez a hullámzó teljesítmény? Talán annak köszönhető, vagy talán annak tudható ez be, hogy nagyon fiatal csapat, és ezt most nem egy ilyen közhelyként akarom én ezt hangoztatni, mert ha megnézzük a 20 csapatot, az átlag életkorát, akkor nagyban mernék fogadni arra, hogy ott vagyunk az elején, sőt, majdnem azt mondom, hogy az első helyen. Nálunk többször volt olyan mérkőzés, hogy a kezdő csapatban ugye nem csak az egyetlen egy olyan játékos, aki az MLS szabálynak kötelezően meg kell felelni, játszottuk, hanem volt, hogy egyszerre három, akár négy ilyen játékos is a pályán volt. Persze ők ezt kiérdemelték a heti edzésmunkájukkal, az edzőknek a bizalmát elnyervén, úgyhogy azért ennek kellett egy érési folyamat. Ezt azért mindannyian tudtuk mi az edzőkkel, hogy nem fog menni egyik napról a másikra. Kellett jó pár mérkőzés, amire a srácok felvették ezt a fajta ritmust. Itt azért több olyan játékos van, akinek vagy ifjúsági csapatból érkezett, akadémiáról, illetve több olyan játékos van, aki a harmadosztályban játszott azért már az elmúlt két-három évben. Nem nagyon akad olyan játékosunk, aki MB2-es tapasztalattal rendelkezne. És ez összességében ezt határozta meg, hogy hullámzó volt. A végére talán az a 4-5 forduló, ott már mutattunk egy ilyen egyenesebb diagrammát, ott jól nézett ki mindenképpen. Sajnálom, hogy pont most lett vége, de hát pihenni is kell valamikor. Rossz kor jön a szünet, hiszen az utolsó 5 meccsen 10 pontot szereztetek, ahogy te is mondtad, talán most arra kezdett így összeállni a csapat? Igen, most kezdett úgy összeállni, előtte azt is azért hozzá kell tenni, hogy volt egy hullámvölgy, volt egy 4 meccses olyan negatív sorozatunk, ami nem nézett ki jól, főleg azért nem, mert közvetlen riválisokkal maradtunk alul, de mondom, hogy az elején is a bevezetőmben, hogy viszont itt a végén meg olyan csapatokat vertünk meg, akik közvetlen az élbolyhoz tartoznak, tehát valahol a serpenyő nálam olyan egában van most jelen pillanatban. Fiatalok a játékosok, milyen fejlődésen mentek át ők az elmúlt hónapok során? Szokniuk kellett még így az MB2-t? Furcsa volt számukra? Szakmailag hogyan láttad az ő fejlődési Mindenképpen, éveket? Mert ahogy említettem is, ugye van több olyan játékosunk, akik akadémiáról érkeztek hozzánk, tavaly még U19-ben labdarúgtak. Azért teljesen más, amikor a nagyszülők, őszülők, rokonok vannak innen a mérkőzésen, és egy ifjúsági mérkőzés után különösebben kvázi olyan tétje, vagy olyan retorziója nincs egy mérkőzésnek, ha mondjuk negatív. Itt azért, amikor már nézők vannak, pénzre megy mondjuk ki ugye a történet, nem is kevés forog kockán, illetve a jövőnk, azért az MB2-es tagság, amikor megfogalmaztam én szakmailag mindenképpen, hogy első évben a célunk nem lehet más az, hogy benn maradjunk. Így az ő esetükben azért ez nem megy egyik napról a másikra, hiába tehetséges labdarúgókról beszélünk. Azért játszottunk a mérkőzéseket akár a Vasas ellen hazai pályán, ahol közel 1500 néző volt, vagy említettem Pécsen, ugye a baranyai
rangadón közel 3-3500 néző előtt labdarúgni nem olyan, mint amikor még egyszer szülők előtt, nagyszülők előtt kell focizgatni. Mennyire reális ez a jelenlegi pozíció, ez a 16. hely szerinted? Így, hogy a játék képét nézve a mérkőzéseknek, így reálisnak mondható. Voltak olyan mérkőzések, megint csak ismétlem önmagam, ahol egy kicsit talán csalódás volt a játék kép alapján, több volt benne, de a rutintalanságunk oda vezetett, hogy nem tudtunk pontot vagy pontokat szerezni, de mellette gyűjtöttünk azért olyan skalpokat, nagy múltú, komoly tradíciókkal rendelkező csapatok ellen, amivel meg nem nagyon számolt úgymond senki. Én úgy érzem, hogy reálisnak mondható talán ez így. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden mérkőzésünket láttam, akár idegenben, akár ugye hazai pályán, és jók a visszajelzések, tehát azért több olyan kollégával, szakemberrel, sportvezetővel beszélgettem, akár a közvetlen a meccsünk után, vagy akár rá pár nappal az adott mérkőzés után, hogy az országban azért az a híre ment el, hogy a Szent Lőrinc MB2-es felnőtt csapata egy üde színfoltja a bajnokságnak, felvállalják úgymond a futballt, nem egy olyan csapat, aki túl akarja élni, mert valljuk be őszintén, aki nézi ezeket az MB2-es mérkőzéseket, az azért láthatja, hogy a kicsit szakmailag nézi meg, hogy nagyon-nagyon sok csapat túl defenzíven, túl eredménycentrikusan játszik. Persze eredmény a legfontosabb a felnőtt fociban, mert az határozza meg az egésznek az összképét. De mi valahol talán a kettő között voltunk, hogy nem az, hogy hátul átsorogtunk, hanem futballoztunk. Ennek sokszor az volt a végeredménye, hogy nulla pont. De akik látogattak a meccseinkre, azok általában olyan mérkőzéseket láthattak, ami dús élmény, dús volt, és olyan tartalma volt, amire tényleg nézőként jó kijönni. Már biztos vagy benne, hogy kemény meló vár majd rátok tavasszal, de szerinted az út, amin jártok, az jó, illetve ha mint sikerről beszélünk, akkor számotokra az is siker lesz majd, hogyha bennmarad a csapat? Tehát ez az elsődleges cél? Igen, két olyan cél fogalmaztam meg Idestova 5. éve, amikor engem a tulajdonos úr Kovácsevics Csaba személyében felkért, hogy a klubnál folyó szakmai, ide tartozó sport szakmai, ugye, ami kicsit komplexebb mai modell nevén már, itt az igazolásoktól kezdve edző kiválasztása a megfelelő projekthez. Ez az egyik út, hogy egy olyan klubot tudjunk itt a térségben megvalósítani, vagy építgetni, ami tényleg a magyar futballnak egy üde színfoltja lehet. Azt tudni kell, hogy azért mi ebben a 20 csapatos mezőnyben a büdzsé szempontjából, az anyagi lehetőségeinket mérvén az utolsó helyen vagyunk. Mi próbáljuk olyan dolgokat kompenzálni, ami talán máshol kevésbé van, vagy egyáltalán nincs. Én jó magam, illetve az általam kiválasztott szakmai stáb, nem csak beszélünk arról, hogy egy fiatal játékos majd lehetőséget fog kapni, hanem akiket idehozunk, vagy akiket leigazolunk, azokat évről évre folyamatosan szerepeltetjük is. Ugye ez az NB3-ban sem volt másképp, az NB3-ban is évek óta ezt a fajta, nevezzük filozófiának vallottam, követtem. Ez az NB2-ben kicsit olyan téren megváltozott, hogy itt azért itt jobban elmegy már a pénzügyi dolgok felé, tehát itt azért már megmutatkozik az, hogy kinek vastagabb a pénztárcája, kinek nagyobb a büdzséje, de felvettük azt a képzeletbeli kesztyűt, és mindenkivel tényleg meg fogunk mérkőzni a jövőben is, és azon leszünk, ugye a másik cél pedig, hogy bennmaradjunk első évbe, és megmutassuk azt, hogy igen, ezt lehet akár így is. És azt is hangsúlyozok ki, hogy ezt a 24 abszolvált pontot ugye úgy értétek el, hogy igazából a hazai pálya számotokra a mérkőzések legtöbbé nem is volt hazai pálya, tehát Kozár Műsleinben volt kényszerű játszani, csak a tudját több mérkőzésen keresztül. Igen, Kozán Misleinben játszottunk, ezután is szeretném megköszönni nekik is azt, hogy azért rendelkezésünkre bocsájtották azt a létesítményt, mert nagyon nagy segítség volt. Ha az nincs, akkor teljesen másba kell gondolkodnunk, nagyobb távolságokat kellett volna utaznunk. Nekünk ez nagyon nagy lehetőség volt.
és nagy köszönet érte. Aztán ugye itt a pandémia helyzetéből kiindulva az utolsó mérkőzéseket már otthon tudtok játszani, főleg annak ugye tudható ez be, hogy már nézők nem mehettek be, nem kellett olyasfajta szempontoknak megfelelni itt a különböző biztonsági területeket, hogyha nézzük ugye, hogy a mi létesítményünk esetleg még nem kész arra, ami ezúton is szeretném hivatalosan tudatni, hogy az a február-márciusi időszakra minden nemű olyan dolognak meg fogunk tudni felelni, ami hogyha újra nyitják a kapukat, akkor a nézők befogadásával hazai pályán tudunk NB2-es mérkőzést játszani. Bár most néhány hétig nem lesznek meccsek, de azért izgalmak lehetnek. Egy kis zuhanyhíradóval jelentkezzünk. Tervezel-e erősítést, terveztek-e erősítést, várható a játékos mozgás, milyen poszton szorul erősítésre a csapat? Mindenképpen szeretnék igazolni, főleg olyan játékost, játékosokat szeretnék igazolni, aki egy kicsit egyensúlyba rakja nálunk ezt a túlnyomóan nagy fiatal mennyiséget, fiatal erőt, mert nekünk ilyenből nincsen. Tehát egészen más, amikor egy 24 éves szól a 20 évesnek, vagy egy 22 éves szól a 18 évesnek, hogy ezt nem így kéne, mint amikor tényleg van egy-egy olyan tapasztaltabb játékos, aki ha más nem, akkor a fiatal játékos látja az adott pedigréjén, hogy azért 150-200 akár NB2-es mérkőzés a neve mellett szerepel. Szeretnék 2-3 ilyen játékos, tehát nem nagy mozgást, mert viszonylag van nekünk azért egy jó anyagunk, amiből el tudjuk érni a céljainkat, de egy minimális erősítésre mindenképpen kell a csapatnál. Tárgyalásba állok játékosokkal, megint csak nem egyszerű a helyzetünk, ahogy szintén említettem már, hogy ilyenkor azért az anyagi dolgok vannak első helyen. Tudni kell, hogy Szentlőrinc nem a világ közepe. Én vezéralkotó játékost vagy játékosokat kerestek esetleg innen a környékről elsősorban? Nagyon nehéz a környékről, ugye rajtunk kívül a pécsi csapat az, aki NB2-ben van, illetve ahol játszottuk a mérkőzéseinket, Kozár Mistani az, aki ugye NB3-ban. Legközelebb NB-s csapat azért nem itt van. És azt tudni kell, hogyha tényleg erősítésről beszélünk, illetve hogy olyan kaliberű játékost, akit itt mondtam, hogy vezér legyen a csapatnak, az valószínű, hogy nem a megye bajnokságban van. Úgyhogy ilyenben nem hiszem, hogy ez egy szempont lenne, hogy most környékben, nem környékben. Ma már azért a trendek azt mutatják, hogy majdnem hogy a határok megszűntek, szó szerint. És felborultak ezek, ami nem is, hogy jó. Akár régen mondjuk Szentlőrincen, Idestova 10-15 évvel ezelőtt mondjuk el nem tudta volna képzelni egy helyi ember, szurkoló, hogy a csapatában szinte alig lesz helyi vagy környékbeli. Most már ezek megfordultak, de mondom, tehát a lényeg az, hogy olyan játékos legyen, aki tudjon nekünk segíteni, és közösen egymás céljait meg tudjuk valósítani. Tivadar, van olyan meccs, teljesítmény, momentum, amire a legbüszkébb, vagy így az őszi szezont illetően? Hát, hogyha most így végig gondolom, több olyan momentuma volt így ennek a fél évnek, ami számomra akár néha még könyvfacsaró is tudott lenni. Tehát akkor, amikor a viharsarokba nyertünk, vagy az Eto Parkban, vagy a Gyirmótot oda-vissza sikerült egyedüli csapatként eddig ugye megvernünk. Ezek mind-mind olyan nagyszerű eredmények, amik is egyesületünk életében, ami biztos, hogy a történelembe bele fog ivódni. Fogalmaztam a srácoknak az utolsó napokban így egy ilyen záró beszédemben, hogy úgy éreztem magam ebben a fél évben, hogy egyik héten temetésen voltam, másik héten lakodalomban, mert ilyen volt körülbelül a néha a teljesítmény is, meg magam mondom, a bajnokságnak is ilyen az egész úgymond összképe, hogy nagyon nem igazán lehet azt mondani, hogy itt egy csapat
vagy akár több csapat folyamatosan kiegyensúlyozott tud teljesíteni, akár a hátsó régióba képes megverni az első régióból csapatot. Úgyhogy szerintem ez a tavaszra se fog változni, sőt, véleményem szerint sokkal kiélezettebb lesz, ahogy fogynak a fordulók. Mindenki azért szeretne minél jobb eredményt elérni, főleg a hátsó zónába pedig a csapatok kapaszkodni fognak azért, hogy mindenki meg tudjon ragadni jövőre is. Mert mi elsősorban ugye az NB2-es csapatról beszélünk, mindig az első számú csapat van ugye a reflektorfényben, de működik Szentőlincen utánpótlás is. Milyen csapatról beszélünk, hol játszottak, hogy végeztek így össze? Úgy néz ki nálunk az egyesületen belül a labdarúgó szakosztály, hogy közel 4 éven most már negyedik szezonját tudván megvalósítottunk egy B csapatot, nevezzük így, amely ma a megye első osztályban szerepel. Ők a második helyen szerepeltek, annak a mindennapjaiban a funkciója az lenne, hogy azon játékosok, akiket az utánpótlásban a régióból, úgy itt elmehetünk teljes mértékben akár az Ormánságig, én húztam körülbelül egy ilyen 20-25 kilométeres körzetet, ahonnan azokat a játékosokat beintegrálva foglalkozunk, napi szinten képezzük, oktatjuk őket az utánpótlásunkban, hogy ők minél hamarabb meg tudják magukat mutatni a felnőtt futballban. Abban a csapatunkban már 17 éves, 16 és fél éves játékosok is pályára léptek az ősz folyamán, illetve jó cél tud szolgálni annak, hogyha a felnőtt csapatban esetleg van egy-egy olyan játékos, aki sérülésből vissza kell térnie, vagy egy kicsit több játékperc kell neki, egy kicsit formahanyatlás van a mindennapjaiban, akkor ott ezt így tudjuk vegyíteni, és ez szerintem szakmailag mindenképpen egy jó dolog. Nem azt követjük mi, mint Szentlőrinc, hogy 17, 8, 9 évesen is még az utolsó napjaiban is az utánpótlás csapatba szerepeljen a játékos, mert akkor valószínű, hogy ezekben a bajnokságokban a csapataink szó szerint mindegyik az élen lenne, hanem én azt az utat követem, hogy ahogy fizikálisan adott arra már egy fiatal játékos, akkor minél előbb a felnőtt futballba beintegráljuk, beszoktassuk, mert szent meggyőződésem, hogy sokkal könnyebb az átmenet egy felnőtt csapatból a felnőtt csapatba, mint egy U19-ből, vagy akár bármelyik más utánpótlás csapatból oda venni játékost. Az utánpótlás csapataink 19-től lefele, ha most néznénk, amiről az előbb beszéltem, nem első helyen van, de eredményességet nézünk, akkor is nincs okunk szégyenkezni, mert az összes csapatunk tud szép eredményeket produkálni, de ott is ez a fajta metodika van, hogy ahogy van egy-egy olyan játékos, akibe az edzők és jó magam közös megbeszélése során látjuk azt a potenciált, hogy ők mondjuk felérhetnek NB szintre felnőtt labdarúgásban, akkor ott ki van emelve, feljebb vannak szerepeltetve, de mondom, elsődleges szempont az, hogy fizikálisan érett legyen arra ez a játékos, ez a fiú, mert azért hordozhat magában olyan dolgokat, hogyha túl hamar esetleg mondjuk mi oda rakjuk őket, akkor esetleg maradnak olyan blokkok bennük, olyan félszek, ami alapján nem merik megcsinálni, mert azért figyelembe kell venni ilyenkor azért az életkori sajátosságokat is. Szakmai stábnak is kiáll a dicséret? Így a téli szünet alatt? Mindenképpen kiáll a dicséret, mert talán nem lesz olyan, amit most mondok, talán nem fogja úgy kivenni a biztosítékot, de nem sok edző vállal ilyen feladatot el, én azt gondolom, mint a Szentlőrinc NB2-es indulásakor feladat. Miért is nem? Mert azért ugye sokan legyintettek itt nyáron, amikor mi elvállaltuk ezt, hogy akkor gyerünk, hajrá, csináljuk. Most már kevésbé legyingetnek azok, akik akkor, de még most is azért vannak itt emberekben olyan gondolatok, hogy a Szentlőrinc az ugyan már simán ki fog esni. Én ide mindenképpen olyan edzőt szerettem volna, vezetőedzőnek, aki hasonló gondolkodású, mint én, hasonló kaliber, mint én. Még hogyha vannak is a mindennapokban nézeteltéréseink, én ennek csak örülök,
mert az visz minket előre, hogyha vannak igenis néha egyetemértések, konfliktusok, surlódások, de a végcélnak egyezni kell. Úgyhogy mindenképpen a vezetőedzőnek a személyénél, vezetőedző személye kiválasztásánál nálam ez volt az elsődleges szempont, hogy vakmerő legyen, belevaló legyen, ne féljen attól, hogy most mi lesz három meccs múlva, hogyha nulla pontunk lesz. És ezeket nagyon örülök, hogy ezek mind-mind a megjegyzésem révén bebizonyosodtak, mert ez mindenképpen így lett. Úgyhogy, de a szakmai oldalról is dicséret illeti az edzőt, az edzőket, a stábját, mert azért ahogy mondtam is, hogy akárhol jártam az országba, amikor rólunk beszéltek, vagy meg kellett nyilatkozni, akkor elismerően nyilatkoztak, tehát hogy látják, hogy mit akarunk futballozni, látják, hogy mire törekszünk, látnak felfedezni tudatos elemeket, tudatos dolgokat, úgyhogy én összességében elégedett vagyok, de a bizonyítvány majd május 10-e környékén kicsit előrébb lesz hozva, ugye, mint az iskolákban, akkor lesz majd kiosztva, úgyhogy a végeredménye a futballban, ugye, a bajnokság végén szoktak hirdetni, úgyhogy, de összességében én nagyon elégedett vagyok az egész stábbal. A mester és a játékosok között megvan az összhang, tehát működik a kémia, így a csapaton belül? Véleményem szerint nagyon is. Azért a stábról is azt kell tudni, hogy mind a csapatról, hogy azért egy fiatal stábról beszélünk, tehát ugye a vezetőedzőnek az életkora 41 év, a pályaedző, erőléti edző 30 év alatti, de említhetném, hogy akár a rehab részleg, egyedül a kapus edző személye, aki egy viszonylag korosabb személy, de rengeteg tapasztalattal rendelkezik, és az ő személye is nagyon nagy segítség a vezető számára, úgyhogy én mindenképpen úgy értékelném ezt, hogy nagyon jó a kollektíva köztük, és egyszer nem volt a fél év során a tudomásom szerint, amikor ott lett volna bármilyenféle, akár konfliktus is egymás között. Nyáron várhatok további fejlesztések, felújítások? Igen, két ütemről beszéljünk. Az egyik ütem, ami a napokban is zajlanak a munkálatok gőzerővel. Ugye, aki már volt Szentlőrincen és látta a létesítményt, az el tudja képzelni jelen pillanatban, ugye az oldal lelátók, ami három részből tevődik össze, fedett, könnyű szerkezetű mobil lelátók ezek, azok átkerülnek a kapu mögé, az eredményjelző órával szembeni kapu mögé, és ott kerülnek újból kialakításra, össze lesz építve, az lesz a vendégszektor, és ahonnan el lettek ezek szállítva, annak a helyére lesz egy 600 közel, majdnem 700 férőhelyes, fedett, szintén egy nagyon modern lelátó rész, ahol a hazai nézők tudnak lenni, lesz azon belül egy ilyen kisebb VIP részleg, ami szintén meg fog valósulni itt a februári rajtra. Aztán a második ütemben pedig lesz egy olyan, említettem, bocsánat, kihagytam, hogy ez még hozzátartozik, ugye vendég illemhelység, vendégbüfé, ezek is meg fognak valósulni. A második ütemben viszont az a bajnokság, ahogy befejeződik, lesz egy teljes pályafűtés kialakítás, rajta elhelyezkedő teljes gyepcsere, tehát egy vadonatúj gyepszőnyeget fog kapni a játéktér, illetve a világítás rendes mérkőzések, ugye bajnoki mérkőzések, hivatalos mérkőzések lejátszásához megfelelő világítással lesz felszerelve, ellátva a létesítményünk. A cél tehát akkor tavasszal a bentmaradás, az MB2-es mezőnybe való bentmaradás. Azon gondolkoztatok-e már, hogyha ez mondjuk meg lesz, tegyük fel, akkor rákövetkező szezonban milyen célokat tűzhettek ki? Én azért az a típus ember, hogy akkor szeretek úgy szépen lépkedni, mert mindig azt vallom, hogyha netán esetleg több lépcsőfokot lépnék egyszer, akkor lehet, hogy elesnék, és lehet, hogy megütném magam. Úgyhogy az elsődleges cél az mindenképpen a bennmaradás.
De igen, azért vezetőként kell gondolkodni, tehát nem lehet csak úgy, hogy egy napra, két napra, mindig egy hétre előre. Nekem azért, illetve a tulajdonosúrnak folyamatosan vannak gondolataink. Be kell vallani, hogy evés közben azért az étvágyunk még jobban megjött, és hogyha sikerülne bennmaradni, akkor talán jövőre lehetőségeink e tekintetben sokkal jobbak lennének, és esetleg tudnánk olyan dolgokat közösen megvalósítani, amiket már mi korábban megálmodtunk. Úgyhogy mindenképpen én azt mondom, akkor fogalmazunk egy ilyen középtávon, hogy szeretnénk akár jövőre is az MB2-ben szerepelni, és akkor nem biztos, hogy csak a bennmaradás, hanem akkor akár egy biztos, akár középcsapatként is helytállni ebben a ligában. Drukkolunk ehhez, Tivadar, köszönjük szépen, sok sikert nektek! Köszönöm szépen, és szeretnék ezúton is minden egyes olyan szimpatizásunknak, szurkolónknak nagyon boldog karácsonyt, boldog új évet kívánni. Köszönöm nekik azt, hogy nagyon sokan, amíg lehetőség volt mérkőzésekre járni, kilátogattak. Nagyon nagy szükségünk van rájuk a jövőben is, úgyhogy bízom benne, hogy ha feloldják itt a korlátozásokat, akkor ismételten hazai környezetben minél nagyobb létszámmal jönnek ők is.